Belgiumban is elkezdtek oltani a vakcinát először az idősotthonok lakói, valamint az egészségügyi dolgozók kapják meg. Ugyan az elmúlt időszakban javultak az adatok az országban, a helyzet mégsem stabil. Egy idősotthonban például 24-en haltak meg egy karácsonyi ünnepség után. A Mikulás élmezes önkéntesről ugyanis kiderült, hogy tünetmentes, de fertőzött. Akkor 121 lakó kapta el a kort. A 101 éves Lucy Donjou volt az első, aki megkapta a koronavírus elleni védőoltást Belgiumban. Az egyik brüsszeli idős otthon lakóját az ápolók tapsal köszöntették. A sikerért meg kell szenvedni, mondta az idős asszony, amikor arról kérdezték, fájdalmas volt-e a tűszúrás. Ezután pedig mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát. Belgiumban az egészségügyi dolgozók és az idős otthonok lakói kapják meg elsőként az amerikai-német fejlesztésű vakcinát. A tömeges kampány az ünnepek után január 4-én kezdődik. Az országban a koronavírus mintegy 19 ezer halálos áldozatának a felét az idős otthonok lakói és alkalmazottai teszik ki. Az erőfeszítéseket segíti az a tény is, hogy a korábban elrendelt szigorú járványügyi korlátozások eredményesnek bizonyultak. Karácsony óta az azt megelőző hetekhez képest 15%-kal csökkent a napi új fertőzöttek száma az országban, és kevesebb ember szorul kórházi kezelésre is. A járvány görbe jó irányba halad, ebben a tekintetben Belgium jobban teljesít, mint a legtöbb európai ország. Értékelte a helyzetet a járványügyi válságközpont vezetője hozzátéve, a kedvező adatok ellenére a helyzet még mindig rendkívüli óvatosságot követel meg. Hogy a pozitív tendenciák ellenére a helyzet mennyire törékeny, arra egy holland határ közelében található idős otthonban bekövetkezett tragédia irányította rá a figyelmet. A 150 férőhelyes otthonban 121 gondozott és 6 dolgozó fertőződött meg koronavírussal az épületben tartott ünnepség után. A kort nagy valószínűség szerint maga a Mikulás talakító, akkor még tünetmentes férfi hurcolta be az intézménybe. Amelynek azóta 24 lakója életét vesztette. Különös, hogy miközben az iskolákban nem lehetett Mikulás ünnepséget tartani, itt nem ez volt a helyzet. Persze jó szándékkal tették, hiszen a bent lakók hónapok óta el vannak vágva a családjuktól, mondta egy férfi, akinek anyósa és apósa is megbetegedett. Az ügyben az önkormányzat vizsgálatot indított, az otthon fenntartója szerint minden biztonsági előírás betartottak, de azt továbbra is komoly dilebának tartják, hogy a lakókat egyszerre kell megvédeni a külvilágtól és a bezártság pusztító hatásaitól is.